otthonos beszélgetés következik, hiszen Ősze Judit kolléganőm érkezett ide a stúdióba. Köszönöm, hogy beugrottál egy kicsit ide a délelőttbe, hiszen nagy terveink vannak, ugye itt a nyárra is, és erről fogsz nekünk egy kicsit mesélni, vagy nézőinknek, hogy mi az, ami főleg a te kezedben összpontosul, és amiben most nem csak, hogy beavatjuk nézőinket, hanem kérjük is a csatlakozásukat, a támogatásukat, a részvételüket. Így van, szia Bea, köszöntöm én is a kedves nézőket. Itt mindjárt a kezemben tartom az e-havi magazinunkat, ezt nézőink már bizonyára forgathatták is, és akkor már azért tapasztalhatták, hogy idén a Balatonról szólnak a napjaink, hiszen nagyon sok mindenkinek arról szól, bár ugye a hírek tele vannak azzal, hogy milyen drága a Balaton, mi azért mégis lemerészkedünk most oda. Arról azért te tudnál többet beszélni, hogy a korábbi években, mondjuk tavaly nyáron Palócföldön jártatok. Így van, igen. Kitelepültünk, és az nagyon izgalmas volt nekünk is, mert egy kicsit ugye nem ez a jó kis megszokott stúdió környezet volt, hanem ugye kitelepültünk. Másrészt nagyon jó leső érzés volt, hogy akik jöttek oda a környékről beszélgetni, azok is olyan kedvesek voltak velünk, és azok is, akik csak éppen arra jártak. És van, aki hozott egy kis süteményt, van, aki egy kis gyümölcsöt, van, aki egyszerűen csak az imádságairól biztosított bennünket, úgyhogy olyan nagyon jól esett nekünk, és hát biztos vagyok abban, hogy Keszthelyen is, és a környéken is így fognak bennünket fogadni. Így van, különösen azért a ma este megnézik András atyával készült beszélgetésünket, abból kiderül majd, hogy az ige hirdető műsorról van szó, ugye, ami ma lesz premier adásban. Abban benne lesz, hogy a zalai emberek mennyire vallásosak, és mennyire fontos nekik a hitük is, meg a hagyományaik is, úgyhogy szeretnénk ezt a nézőinknek majd megmutatni. Most el is terelem a szót, mert én például napok óta az időjárás jelentést nézegetem. Na igen, ez nem mindegy, ugyanis ott leszünk, igen, a Keszthelyi móló végén, ugye kitelepülünk, hogy na, és mit láttál? Ó, egyre jobbat, igen, egyre jobbat. Kezd visszajönni ez a 35 fok egyébként, úgyhogy nagyon melegünk lesz egyébként. De ez nem baj, mert azért igazi nyárhoz ez kell, igen. Tehát most mi szinte hűvös van kint, de két hét múlva, amikor Keszthelyen leszünk, ismét 35 fok körül fog járni a hőmérséklet, úgyhogy ez nagyon biztató számunkra. Ha valakinek nincs még műsorfüzete, az most tárcsázhatja a közönségszolgálatunk telefonszámát, ami 061-780-80-85, és akkor ingyen postázzuk neki, és akkor láthatja majd, hogy 17-től, tehát már csak... Egy jövő vasárnaptól, igen, jövő vasárnap már Keszthelyen leszünk, így van. Ünnepi misével kezdődik ez a kis kitelepülésünk. Így van, ez Keszthelyen egy nagyon régi hagyomány. Ugye nekem valamennyire hazai terep, hiszen ez is a Veszprémi Főegyház megye része, én pedig ugye onnan kerültem ide a televízióhoz, és hát Keszthely az mindig is egy különleges hely volt ott a Főegyház megyében, hiszen egy nagyon fontos város Zala megyében, ez az egyetlen nagyváros, ami a úgy, nagyobb város, tehát nyilván nem egy nagy léptékben kell gondolkozni, körülbelül 20 000 lakosa van Keszthelynek, ezt remélem, hogy pontosan mondtam, de van két nagyon szép temploma, amit majd be fogunk mutatni nézőinknek. Az egyik Kis Szent Teréz Bazilika, ami nagyon sokáig a Kármelita rendnél volt, és sajnos egy pár éve már visszaadták a főegyházmegyének egy időre, mert sajnos nincs annyi hivatásuk, viszont a Kármelita hagyományokat őrzik továbbra is. És hát ilyenkor július közepén, július 16-án van Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe, úgyhogy természetesen a nagy búcsú ez idén sem fog elmaradni, és így évek óta emlékszem vissza, hogy mennyire fontos ez a környéken lakóknak, az ott nyaralóknak, a helyieknek, távolabbiaknak, mindenkinek. Úgyhogy ez a viszonylag elég nagy bazilika, a Kis Szent Teréz bazilika meg fog telni erre az ünnepre is, aminek egyébként Székely János püspök lesz a szónoka majd, meg hát a főcelebránsa, és hát utána pedig a környező utcákban lesz a körmenet, ami szintén egy nagy hagyomány, ez nagy kihívás elé állítja a technikát nálunk mindig, de egyébként annál szebb látvány lesz. Azban biztos vagyok. És akkor nézőink akkor is be tudnak kapcsolódni, ha éppen nem tudnak személyesen oda menni, hiszen... Így van. És hát egész hétre ez lesz a jellemző, mert folyamatosan élőadásokkal várjuk a nézőket, tehát délelőtt onnan fog jelentkezni, ugye, ahogy említetted, a mólóról. Délután 3-kor a főtéri templomból fogjuk imádkozni az irgalmasság rózsafüzérét. Na, ezt talán ez érdemes, egy, igen, ez nincs így a műsorújságban. Nincs benne a műsorújságban, és ez teljesen nyitott imádság. Így van. Tehát
lesz egy olyan hét, amikor 3 órakor megnyílik a melyik templom kapuja, a főtére? Vasárnap még, amikor a Kármelhegyi Igen. templomba leszünk, akkor még onnan fogjuk. Viszont délután 3-kor hétköznapot, hétfőtől péntekig már a főtéri magyarok nagyasszonya templomból fogunk közvetíteni, ahonnan egyébként szentmisét is közvetítünk majd minden nap azokon a napokon, amikor ott leszünk, sőt, még egy kicsit tovább is. Tekintve, hogy ott nagyon szépen kiépített rendszer van, aminek köszönhetően mi is át tudjuk venni az adásokat a többi élő szentmiséhez kapcsolódva, úgyhogy így nem csak így kapcsolódhatunk Keszthelyhez, hanem imádságban is tényleg, tehát abszolút nagyon, lélekben. Nagyon fontosnak igen. tartom ezt, mert pont ugye azt szokták mondani, hogy 11 és 4 óra között jobb, ha az emberek nem is mozdulnak, ha megtehetik, mert ilyen melegben, az UV-sugárzás van minden. Milyen jó program tényleg a környéken lévők számára, hogy beülne egy jó kis hűvös templomba 3 órakor, és Isten elé helyezkedni, és megpihenni testben, lélekben, felüdülni, én azt gondolom, és közösen imádkozni, mert ez a nézőkkel együtt, de ott a helyszínen is, tehát aki csak hallja, tehet, és a környéken nyaral, az akkor csatlakozzon hozzánk, így van. Hétköznaponként délután 3-kor a Keszthelyi főtéri templomban. Tehát ez 18-a és 22-e között, úgyhogy ez mindenképpen Igen. így lesz. És ami még különleges, és eltér a mostanáig megszokottól, hogy abban az időben, amikor kitelepülünk, élő esti beszélgetések is lesznek. Így van, az egyiknek pont te leszel a gazdája, Ilona meg a másik napokon, sőt én is a helyi atyákat invitáltam meg erre a pár napra. Ez egy kicsit tartalmasabb beszélgetések lesznek, hosszabb időt szánunk egy-egy vendégre, mint a délelőtt folyamán. A délelőtt az egy színes műsorkavalkád lesz most is, a mindenféle környékbeli kapcsolódó témát fog bemutatni, a turizmustól, a vendéglátóásig, a helyi történelmi nevezetességig. Este pedig ugye tartalmas beszélgetések lesznek. Te például, akit vársz azokon az estéken? Hát vannak, igen, nagyon színes lesz ez is. Hát egyrészt azok, akik ott élnek, és a városban ismertek arról, hogy a kultúráért sokat tesznek, vagy ott mozgatói a közösségi életnek, de egy kicsit távolabbról is. Tehát például várkapitányokat hívtunk, ugye Balatonfelvidék ismert arról, hogy ott vannak a várak, és ezeknek a váraknak van várkapitányuk, és megpróbáltam néhányat közülük elhívni. Hívtam, ugye ha már a Balaton, és azért a Veszprémi Egyházmegye úgy kiterjed a Balaton északi partján, akkor Tihanyból is hívtunk szerzeteseket, őtőlük még várom a választ, de a Veszprémi Színház igazgatója is átjön majd az egyik nap. Tehát sok érdekes beszélgetésre készülünk. Biztos, és bejátszóink Nők is lesznek. Nők a Balatonért Egyesület. Na, várjál, de igen, ez nagyon kedves téma, mert én nagyon szeretem, amikor a nők úgy összefognak, és valami jó ügyért tesznek, és ez a Nők a Balatonért, ez olyasmi, ami nagyon is érdekes. Izgalmas, ezt nagyon várom majd én is, hogy miről lesz szó, úgyhogy biztos nagyon jó lesz, reméljük a nézőink is velünk együtt fogják élvezni ezeket az esteket. Aki tudja, jöjjön el oda hozzánk, beszélgessen velünk, találkozzon velünk, szerintem mi is ezért leszünk ott, hogy minél több mindenki, aki arra lakik, arra nyaral, megismerkedhessen velünk, mi is ő velük, kik a nézőink, mit szeretnének tőlünk. Azt hiszem, ez a pár nap, ez tökéletes lesz arra. Köszönjük ezúton is a Premontrei rendnek, a gimnáziumnak, aki befogadja a stábot a szállásügyileg. Ők a főtéren találtok egy nagyon, nagyon lendületes iskola, a kollégium van ott, és nagyon örülünk neki, hogy ők így vendégül látnak bennünket. Igen, ez egy nagyon találkozási igen, lehetőség, abszolút. És személyes találkozásokra, beszélgetésekre, tehát bátran jöjjenek így oda. Van. Akik... Ott leszünk reggel 9-től délig biztosan Mólónál, és utána délután 3-kor az Irgalmasság Rózsa Füzérén a Földtéri templomba, és hát este 6-tól 8-ig lesznek ezek a beszélgetős műsorok. Úgyhogy ekkor biztosan meg leszünk találhatók a Keszthelyi Mólónál, ha az időjárás is engedi, és egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy engedni fogja. És délután pedig egy operatőrünk valamelyik szerkesztővel a környéken
hát összegyűjt valami érdekes, színes anyagot, és azt is másnap megmutatjuk, nézzük. Így van, mert nagyon szép dolog arról mesélni, hogy milyen gyönyörű például a Forli Arborétum, vagy a Festetics kastély, de azért ezt szeretnénk megmutatni is kedves nézőinknek, hiszen olyan dolog, ahol nem mindenki juthat el, akár az ország távolabbi szegleteiből, még közelebbről sem mindig, és biztos, hogy nagyon sok érdekes dolgot megtudhatunk majd. Így van, Judit, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és engedlek is, mert tudom, hogy most ez a nagy előkészület folyik a keszthelyi kitelepülésre. Rendben, köszönjük szépen!